Matolcsy György ma reggeli sajtótájékoztatója után világossá vált, hogy a kormány rosszul célzott, és most, mint egy kezdő lövész, arrébb viszi a céltáblát. Világossá vált, hogy nem tudja tartani a hiánycélt, mert képtelen a pontos tervezésre. Mert képtelen meghallgatni az ellenzéki, ezen belül szocialista kritikákat, és képtelen hallgatni a szakértőkre. Hosszú hónapok óta mondják a szakértők, hosszú hónapok óta jelezzük a kormánynak, tarthatatlanok a számai. Senkire nem hallgatott, most kiderült, hogy igazunk volt. Nem örülünk neki. A bejelentett intézkedéseinek egy része tehát nem szól másról, mint hogy elismeri a gondatlan tervezést, és feladja az egyébként irreális hiánycélt. Intézkedéseinek további része viszont fájó, sőt brutális. Idén mintegy 130 milliárdos, a jövő esztendőben pedig közel 400 milliárd forintos megszorítást jelentett be a nemzeti gazdasági miniszter. Legalább ennyire fontos és szomorú, sőt tragikus, hogy a kormány szemmel láthatóan képtelen a gazdasági növekedést beindítani, képtelen az inflációt leszorítani, és képtelen a foglalkoztatást bővíteni. Sőt, a most bejelentett intézkedések között az egyik kijelenti, 22 ezer embertől válnak meg a közszférában. Legalább ennyire fájó, sőt tragikus, hogy elhalasztják a pedagógus béremelést. Megjegyzem, Hoffmann Rózsa államtitkár asszony a minap október 2-án jelentette ki az MTI tudósítása szerint, hogy nem igazak azok a hírek, hogy nem lesz pedagógus béremelés. Nos, igazak voltak a hírek, ez a papír is, ez a bejelentés is, Hoffmann Rózsa bejelentése, a mai bejelentés is csak azt mutatja világosan, hogy a kormány már néhány napra sem látja előre, hogy mit akar csinálni. Ennyit a kiszámítható gazdaság és társadalom politikáról. A következmények sajnos világosak. A KSH éppen ezen a héten tette közzé a statisztikáját, amely arról a szomorú tendenciáról számolt be, hogy tovább nő a szegénység Magyarországon. Nem igaz az az állítás, hogy Orbán Viktorék senkit nem hagynak az út szélén. Egyre inkább az az igazság ezzel szemben, hogy mindenkit az út szélén hagynak. Azzal kezdték a kormányzásukat, hogy megpróbálták kézrátétellel gyógyítani a gazdaságot. Ebből annyi sikerült, hogy rátették a kezüket az országra.